A Terézvárosi búcsúban From Pál emlékérem kitüntetésben részesült dr. Szabó Katalin, a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat orvosigazgatója. Köszöntelek itt a stúdióban, és szívből gratulálok a kitüntetéshez. Nagyon szépen köszönöm, és én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Tegeződni fogunk, hiszen évek óta dolgozunk egymás mellett, egymást segítve, és én Katit, mint páciens is ismerem. Nézzék kereszt nekem, kedves nézőink, elfogult leszek egy kicsit. Egy olyan időszakot fogunk elemezni most a 13 évedből, ami talán a legnehezebb volt, és a kitüntetési felterjesztésnek is egy szerves része volt, hogy akkor, amikor egy hirtelen igazgatóváltásra került sorra tesz életében, akkor te vitted a hátadon az intézményt. Nem minden orvos képes erre, ez kell egy külön vezetői attitűd. Hogyan oldottad meg akkor ezt a feladatot? Vezetői képességeim, azokat én nem tudom, hogy vannak-e vagy nincsenek, de minden esetre azok tények, hogy az előző időszakomban is már középvezetőként dolgoztam az előző munkahelyemen nagyon sok-sok éven keresztül, és az előző munkahelyemen is felső vezetői teendőket is láttam el, sőt egészen még vezető is voltam szintén rövid ideig. Tehát nem állt messze tőlem ez a fajta feladat. Az eddigi pályafutásom és az életem során nagyon sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy prompt döntéseket kellett hozni, és igyekeztem mindig a legjobb tudásomnak megfelelően, körültekintően, alaposan meghozni az adott helyzetnek és körülményeknek megfelelő döntést. Függetlenül attól, hogy most az kire nézve esetleg hátrányos vagy előnyös lesz, de egy szempont vezérelt mindig, hogy az intézménynek, a betegeknek, a munkatársaknak az adott döntés az jó legyen, vagy legalábbis annak a következménye jó legyen. Tehát visszatérve a kérdésre, hasonló helyzetben nek a kezelésében volt már részem, és a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál addig eltöltött néhány év is tanúbizonyságot tett nekem és részemre, hogy egy nagyon erős orvos-gazdasági csapat áll és dolgozik az intézményben, és oldjuk meg a napi feladatokat. És gyakorlatilag a vezetőnek ilyenkor annyi a dolga, hogy összefogja, koordinálja a munkatársaknak a tevékenységét, a munkatársaknak a munkavégzését, és gyakorlatilag ugyanazt végezze, amit addig. Addig is egy jól működő rendszer volt, a szakmai folyamataink, a gazdasági folyamataink rendben voltak. Egy első vezetőváltás igen, valóban akár komoly problémát is okozhat egy szervezeti életében, de a TESZ egy stabil szervezeti kultúrával és stabil szakmai csapattal rendelkező intézmény volt addig is, és azóta is. Úgyhogy ezt a rövid átmeneti időszakot, ezt igyekeztünk úgy áthidalni, hogy a maradék, tehát a vezetőségnek a többi tagjával egy nagyon szoros egységet alkotva döntöttünk a napi feladatokról, és a napi tevékenységünket azt mindig annak szellemében végeztük, hogy remélhetőleg a tudásunk legjavát szolgálva, és az intézmény érdekeit szem előtt tartva hozzuk meg a döntéseket, illetve hát határozzuk meg a további tevékenységeket. Tehát nyilván, hogy váratlanul ért a feladat, de felkészülni nem lehet az ilyen feladatokra, de az okos, józan ésszel és az addigi tapasztalatokra hagyatkozva és nagyon jó csapattal, én azt gondolom, hogy ezt a kezdeti nehézségeket hamar túltettük magunkat ezeken, és igyekeztünk a dolgunkat, a tevékenységünket, a jogszabályi előírásokat, és minden egyéb hatósági előírásoknak megfelelni, ami ezekben a hónapokban jött számunkra. Azóta
egyébként a Terézváros Egészségügyi Szolgálat egy egészen jól felfelő, ívelő pályára tudott állni, és azt gondolom, hogy új igazgatóúrral, igazgatóúrral konstruktívan, menedzser szemlélettel gondolkodva, és az önkormányzatnak a segítségével nagyon jó dolgokat tudtatok elérni, de erről nagyon sok minden, vagy nagyon sok alkalommal esett már szó. Viszont arról kevésbé esett szó eddig, hogy miért is az orvosi pálya közül a laboratóriumi kutató típusú munkát választottad. Egyáltalán mikor vettek tőled először vért? Tehát ez megvan így az emlékezetedben? Hát most próbálok nagyon keresgélni az emlékeimben, de nyilván nincs meg. A laboratóriumi szakma az egy csodálatos szakterület az orvostudományban. Erről már több helyen esett szó, ez egy diagnosztikai szakágazat. És itt a kémiának, a biológiának és a fizikának azt gondolom az együttes folyamatai érvényesülnek, illetve a folyamatait használjuk napi szintű rutin tevékenységbe, és amellett szerencsére a betegekkel is találkozunk, így járó beteg szakrendelésbe, ami nekem egy nagyon nagy öröm, hiszen én is orvos vagyok, csak nem közvetlenül a klinikai szakmába, nem közvetlenül találkozom a beteggel, hanem egy picit közvetetten, de azért egy kis szegmensben a vérvétel, a beteg megjelenés, kap ambuláns megjelenés ideje alatt részen van nekem is találkozni a betegekkel, és ez nagyon nagy öröm számomra. Tehát igen, összetett munka a laboratóriumi tevékenység. Egy kicsit a beteggel találkozunk, picit kikérdezzük, picit néhány információt megszerzünk tőlük, ami majd a folyamatok végén, a legvégén akár hasznos lehet számunkra a kapott eredmények értékelésénél. És hát a nagyon sok fizikai és kémiai folyamat, a gépek, a berendezések, tehát egy rendkívül összetett, egy nagyon érdekes szakterület, és hát számomra ez evidens volt, mint reál beállítottságú ember, hogy valamilyen ehhez hasonló, vagy hát pont ezt a pályát és ezt a területet fogom majd választani. Elképzeltelek gimnazista kislányként, ahogy a kémcsövekkel és a kísérletekkel foglalkozol, de hát rengeteget változott azóta a világ, a diagnosztikai módszerek is. Gondolom, amikor az első gyakorlataidat csináltad, akkor egészen más típusú mérési módszerek voltak. Sokkal jobban rá kellett hagyatkozni a saját tapasztalásra, a színre, mondjuk egy vérmintának a sűrűségére, a fajtájára, a színére, a cseppentés módszerére, stb. Ahogy én ezt naívan elképzelem, pláne, hogyha a régebbi filmeket nézzük, akkor a vért és a vizeletet is meg is kóstolták még, és abból próbáltak diagnosztikát fölállítani, tehát ennek hihetetlen történelme van. Te melyik időszakban, vagy akkor, amikor te elkezdted a pályádat, akkor milyen módszerek voltak, és milyen ez a fölfelő, ívelő pálya, és mennyit kell képezni magatokat ahhoz, hogy a mai kihívásoknak, illetve a módszereknek meg tudjatok felelni orvosként, hiszen hát mindenkinek állandóan képeznie kell magát. Igen, amikor a laboratóriumi tevékenységet elkezdtem, akkor még a vizsgálatok jó részét kézzel, manuális módon, mikroszkóppal, pici bürkerkamrákba számoltuk a vörös vértesteket, a fehér vérsejteket, minden betegnél egy-egy paramétert, külön-külön, például a vérkép alkotó elemeit, a fehér vérsejtek, vörös vértesteket külön-külön számoltuk. Azt azért el tudjuk képzelni, hogy ez mennyire időigényes, egy nagyon elhúzódó folyamat volt, és hát természetesen úgy, ahogy mondtad, ebbe azért volt egy pici szubjektivitás, tehát azért rutin kellett, nagyon sok mintát kellett ahhoz elemezni, nézni, hogy tényleg ezt zökkenőmentesen időre meg tudjuk csinálni a vizsgálati eredményeket. Abban az időszakban azért már egy picit mozgolódott az automatizáció, bár a kezdetben még félautomatákkal igyekeztek a piacot ellátni, vagy inkább a szakmát ellátni és segíteni a szakmának a munkáját.
ezek még egyesével csinálták. Például volt olyan automata, ami csak a vércukrot készítette el, vagy csak a koleszterin szintet, egyesével tudtuk vinni. Tehát vizsgálat szelektív volt, ezt így neveztük. Hát ma már páciens szelektív automaták vannak, ez azt jelenti, ugye, hogy egy beteg mintájából az az automata képes valamennyi, például kémiai vizsgálatot egy csőből elvégezni, és nagyon-nagyon rövid idő alatt. Tehát a technikai robbanás az nagyon-nagyon látványos és számottevő volt ebbe a szakmában, hiszen valamennyi munkafázist, az analitikai, tehát az elemzési munkafázist, azt gyakorlatilag teljes egészében gépiesítették, és ma már automaták állnak rendelkezésre, és gépek végzik azokat a vizsgálatokat, amiket régen bizony egyesével és szemleolvasás mellett kézi módszerekkel végeztünk el. Ez nagyon-nagyon jó dolog, hiszen ennyi vizsgálatkérést, amennyi a mai időszakban, a mai években, mostani években előfordul, ezt nyilvánvalóan, hogy szemmel történő leolvasással nem lehetne elvégezni, de az automaták, amelyek teljesen biztonságosak, megbízhatóak, kontrollált körülmények között működtetünk, azok viszont nagyon gyorsan és precízen meg tudnak nagyon sok mindent csinálni. Adódik a kérdés. Mi dolga marad az orvosnak, amikor mindent az automaták kiszámolnak, egy kész eredményt adnak, illetve mitől van több vizsgálatkérés, vagy többféle vizsgálatkérés? Hát azért az utóbbi évtizedekben kitárult a világ. Az emberek nyilván egészségtudatosabban igyekeznek élni. Nagyon sok információ jut az interneten keresztül az emberekhez, és nyilván felébred az érdeklődés, felébred a vágy bizonyos dolgok és bizonyos egészséghez kapcsolódó vizsgálatkérések iránt. De nem csak a labor szakmára érvényes ez, hanem az orvosi tevékenység bármely területére érvényes. Tehát kitárult a világ, információhalmaz van, és nagyon sok betegségnek a fejlődésében, tehát a történetének, a kialakulásának a fejlődése és a kutatások nagyon sok minden változást hoztak az utóbbi évtizedekben, újabb és újabb markereket, vizsgálatokat, újabb és újabb paramétereket fedeztek fel, amiket ma már tudunk mérni, és régen nem tudtunk mérni. Tehát van egy ilyen oldala is annak, hogy sokkal több vizsgálat van. Másrészt pedig, hát tényleg a lakosok egészségtudatosabban élnek, és előfordul, hogy többször fordulnak orvoshoz, mint az elmúlt 40-50 évvel ezelőtti időszakban. Ez nyilvánvaló egy pozitív dolog. Mi igyekszünk ezeket az igényeket kiszolgálni a lehetőségeinkhez és a körülményeinkhez képest. És itt jön az orvosnak a tevékenysége, hogy a megkapott eredményeket értékelni kell és összefüggéseiben látni, mert hiába látunk valahol egy csillagot, az önmagában lehet nagyon rossz is, de lehet, hogy nem kell annyira odafigyelni, hiszen az összértéket kell együtt nézni. Hogyan szemlélette a pácienseket így együtt? Az orvosnak a feladata, az orvosnak és a diplomásoknak a feladata ezt a nagyon nagy adathalmazt valahol a helyére tenni, értékelni minden egyes betegnél. Természetesen szoftverek segítik a munkánkat, hiszen úgynevezett validáló programmal rendelkezünk, és minden laboratórium rendelkezik ilyen informatikai rendszerrel, amely megkönnyíti a munkánkat. Például bizonyos, tehát minden egyes embernél, minden egyes páciensnél meg tudjuk nézni, vissza tudjuk nézni az előző eredményeit, és tudunk viszonyítani, hogy a talált elváltozás az mennyire férhet bele az ő anamnézisébe, az ő betegségébe, vagy pedig egy hirtelen jött elváltozással állunk szembe a kollégáimmal. Tehát az a lényeg, hogy látjuk a változást, és ez nagyon jó, és nagyon-nagyon segíti a munkánkat, és mi az információkat adjuk tovább a beküldő orvosnak, ha bármilyen akutan
ugye ezt úgy mondjuk, hogy sürgősségi teendőt igénylő esetekben, vagy riasztó eredmények esetén értesítjük a beküldő orvost, de ezt mi onnan tudjuk, hogy riasztó, hogy látjuk az előzményét a betegnek, a kórismélyét, számokat látunk, nagyon sok számot látunk, és helyére tudjuk rakni, hogy az adott körülmények között az a változás, az pozitív változás, vagy pedig egy riasztó változás adott esetben. Elszaladt az időnk, és arról nem is tudtunk beszélni még, hogy Szabó Katalin, mint magánember, mivel tud kikapcsolódni. Nagyon szeretem a természetet, a növényeimet, a növényeket. Én az igazi kikapcsolódás számomra a környezetemben a tevékenykedés, a kirándulás, a biciklizés, a mozgás mindig hozzátartozott az életemhez, a rendszeresség és a következetesség. Azt hiszem, ezek az alapvető dolgok, amelyek segítenek nekem a mindennapokból kikapcsolódni és feltöltődni. Reméljük, hogy minden nap feltöltődve és kikapcsolódás után tudsz munkába állni, hogy a közösséget továbbra is szolgálni tudjad. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm! From Pál emlékérem, dr. Szabó Katalin. Dr. Szabó Katalin 1991-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen általános orvosként. Ezt követően folyamatosan tanult, fejlesztette tudását. Először a klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa lett, majd orvosközgazdász, végül egészségügyi menedzsment szakértő. 13 éve dolgozik a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatban laborvezetőként, majd 2012 óta orvosigazgatóként és minőségi vezetőként. Munkáját következetesen nagy szorgalommal végzi, nap mint nap őrködik azon, hogy minden gördülékenyen működjön az intézményben. Egy különleges személyiség. Ha egy szóval kéne jellemeznem, az odafigyelés a legfontosabb, amit róla el tudnék mondani. Odafigyelést abban az értelemben, hogy orvosként, emberként nagyon melegszívű, de olyan szempontból is, hogy nagyon szabálykövető. Az, hogy a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál minden gördülékenyen működik, az elsősorban az ő következetességének a következtében van. Nagyon fontos, hogy legyen ilyen ember egy egészségügyi szolgálatnál. Az intenzív osztályon eltöltött évek adtak nekem tanúbizonyságot arról, hogy teljesen mély érzéssel nekem ezen a pályán kell dolgozni. Ez egy belső sugallat volt, mégpedig az abból fakadt, hogy a kiszolgáltatott és bajba jutott embereken segíteni, az egy nagyon nagyszerű dolog. Az én hivatásomban a legfontosabb az empátia. Tanulni lehet, ez egy folyamat, amit naponta gyakorolnunk kell. Az, hogy vannak kudarcok, és nap mint nap szembesülünk olyan dolgokkal, amin sokszor nem tudunk segíteni. Ennek a folyamatát is meg kell tanulnunk, hogy ezt hogyan tudjuk feldolgozni. Az ad erőt és energiát, hogy naponta nagyon sok embernek tudunk segíteni.